Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás Pinka Attila vagyok, és a mai videóban arra fog beszélni, hogy vigyázz, hogyha Atomic tárcába tartod a kriptódat, ugyanis a hétvégén hacker támadás volt, és kb. 35 millió dollár értékben tűnt el kriptó különböző tárcákról. Aztán a második hír arról szól majd, hogy a Google Searchben a kriptó szóra való rákeresés az elmúlt két évben fokozatosan esett, és most van egyenlőre a mélypontján. pontján. A harmadik hír pedig arról szól, hogy egy felmérés szerint az Egyesült Államokban 16 az, aki a CBDC mellett van. Tehát nem egy túl nagy százalék, de még vannak itt érdekes számok. Szóval ezekről lesz szó a mai videóban. És ne felejtsd el, hogy ha szeretném napra kész lenni, mindegy, hogy bikapiac, vagy medvepiac, én itt vagyok már három éve, minden nap hozom a friss híreket, akkor egyszerűen iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha tetszik a tartalom, hogy gyártok, akkor pedig nyomj bátran egy lájkot, ez nem csak nekem egy tök jó visszajelzés, de ezzel egyébként segíted az algoritmus, hogy a kriptóval kapcsolatos videókat pörgeti a YouTube, és egyébként ezzel akkor az információ még több emberhez eljuthat. Nos, akkor vágjunk bele a mai epizódba. és ha képezni szeretnéd magad kriptótéren, akkor abszolút jó helyen jársz, hiszen nem csak ezeket a napi ingyenes tartalmakat gyártam most már több mint három éve, hanem találsz itt a honlapon, ami nem más, mint a www.blockchainblue.com egy teljesen ingyenes képzést. Itt van a tartalom, hogy miről ö, lesz szó ö, ebben. Több mint két órás, nagyon hasznos azoknak, akik szeretnének elindulni a kriptó világában, hogy mik azok a fontos dolgok, amire mindenképpen figyelni kell. Tehát töltsd le innen az oldalról, csak egy mozdulat igazából is már nézheted is, de hogyha szeretnél Nekem írni, szeretnél uh, nem lemaradni az aktuális trendekről, altkony videókról, oktató videókról, amik nem férnek bele ezekbe a YouTube percekbe, úgy tetszik, minden nap, akkor a Patreonhoz tudsz csatlakozni, és akkor itt uh, tudsz nekem írni. Patreon találkozó mindent, tehát itt tényleg ez Magyarország első kriptos Patreonos közössége, és, és egy nagyon klassz társaság alakult itt már ki. Valamint ugye. Itt vannak a képzések, a master csomag az, amit a legjobban megéri, mert az összes BCB-s képzés benne van, tehát tényleg, ha a kereskedés érdekel, ha a medvepiacot akarod jól kihasználni, hogyha a bitcoint akarod megérteni, a blokklánc világát, az adózás, és így tovább, mind-mind-mind egy csomagban is ezek majd egyébként a jövőben még bővülni is fognak, valamint az az előbb látott kriptós könyv útmutatóval és kriptószótára kiegészítve ez a hármas szett, ami egyébként a legnépszerűbb talán. Na jó, és akkor menjünk rá a... az árakra. Hm. Másfél van a bitcoin, 26.777 dolláron, Ethereum kb. 2%-ot esett, 1867 dolláron. Ha megnézzük a nyerteseket, Kava, 9%-kal az élen, Decentraland 7,5, Sandbox 6%, X-Infinity 3%, lehet látni itt a gamer tokenek topzódását, és a, öm, ugye ami a metaverzumhoz kapcsolódik a mai Apple bejelentés miatt. Aztán, ha megnézzük a veszteseket, akkor Pepe továbbra is száguld lefelé, kb. 8%-ot esett, Sui 7,5% és Wu Network 6,5%. Ha megnézzük a gyertyacsártot, és most szándékosan a hetit mutatom itt a bitcoinnál, a kék vonal miatt, ami nem más, mint a 200-as mozgó átlag a Hetín. Ugyanis ez egy nagyon fontos ilyen támaszpont, vagy ugye volt ez ellenállás is bizonyos időkben, és jelen pillanatban pont ezen támaszkodunk. Tehát, hogy ezt átszakítjuk, akkor nyilván e, újabb mélységet tudunk meglátogatni, ami rövid távon azoknak e, érdekes lehet, akik ilyen e, intenzívebben kereskednek, akik hosszú távon vannak, azoknak lehet, hogy csak egy, egy, egy jobb belépési pontot biztosíthat, hogyha így állsz hozzá az egészhez, és mi mindig itt vagy, a, a medvepiacos időszakban, hiszen már másfél éve tombol a medve 2021. november óta megyünk folyamatosan egyébként lefelé. Nyilván van ebben az évben egy fölfelé menete, tehát ez így nem igaz teljesen, tehát a folyamatosan lefelé mellett az inkább azt mondanám, hogy, hogy itt nagyjából januárig tartott, menjük kb. idáig, és akkor innen innen indultunk felfelé. Na, de a lényeg az, hogy most éppen szerintem nagyon sokan ezt a 200-as mozgó átlagot figyelik a hetén, és hát ugye mindig mit volt lenni, hogy a, 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 egy, egy idő után csak az beteljesedik, amit a, a, a többség figyel, szóval ennek, ennek megfelelően reagálhat egyébként a piac. Aztán, ami történt a pénteki videó óta, azóta ugye nem csináltam ilyen hosszabb videót, hogy végre Joe Biden is aláírta ezt a oké, toljuk ki az plafont, két évre dobjuk ki ezt a problémát a kukába, mehet a pénznyomtatás, ami hosszú távon természetesen mégint jót tett majd a kriptónak, először is persze lehet itt most a kötvényekbe való átmenekülés, ami egyébként likviditás szívhat el a tőzsdéről a kriptóról, oké, ez megtörténhet, de igazából utána fordul a kocka szerintem idővel, de ez csak az én véleményem. A lényeg az, hogy ez egy hosszú procedúra volt, hogy most ezek is megszavazzák, aztán a kongresszus is elfogadja. végre Biden is aláért, és akkor már nincs tovább. Tehát akkor ez ki van lőve, úgymond megoldódott a probléma. Nem volt oldódott, mert hát nem megoldódott a probléma. Sikerült még jobban kitolni a problémát, maradjunk inkább ennyiben. Jó, és akkor jöjjön az első hír. Az első hír pedig nem szól másról, mint az Atomic wallet történt hack, és bizony sokan arra ébredtek, hogy ó, már nincs meg a kriptom. Szóval az Atomic wallet érte hacker támadás a hétvége folyamán 35 millió dollár értékbe tűnt el, vegyesen Bitcoin, Ether, Tether és más ö, tokenek. Az Atomic Wallet azt nyilatkozta a mai napon hétfőn, hogy ez kevesebb, mint az 1%-át érinti a havi aktív felhasználónak, de egyébként hozzáteszem, közszépen, akit érint annak, mindegy, hogy abban az 1%-ban van benne. Állítólag nagyobb tárcákat érte a támadás, logikusan hiszen ha már támadok, akkor a nagyokat szeretném, akkor lefölözni. És voltak, akik azt mondták, hogy megcsinálták a frissítést, és utána történt ez, de ugyanakkor valaki azt nyilatkozta, hogy nem frissített, és pont ezért történt. Szóval, hogy mi történik itt? Igazából még kérdőjel nem nagyon tudtak ugye, választ adni, hogy hogyan történt ez a hacker támadás. Pontosan ezért én azt mondanám, hogy akinek ilyen tárcája van, szerintem, ha nem vagy benne a szerencsétlen egy százalékban, akkor igazából ne ott tárold a, 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 továbbiakban. Ezzel sajnos számolni kell, hogy a kripto az tényleg itt a, a hekkerek világa, és ilyen támadások voltak, lesznek, és hát ugye látjuk, hogy vannak is. Nagyon nehéz a, a mai világban ugye kiigazodni, hiszen ugye a hardware Wallet a legbiztonságosabb verzió de itt a Ledgerrel kapcsolatban fölmerültek ugye utóbbi időkben ilyen mindenféle kérdőjelek. Én egyre jobban arra szavazok, hogy ebben is valahogy diversifikálni kell. Tehát ha használjunk hardware walletet, de akkor azon belül mondjuk lehet, hogy többfélét ne egyre tegyük. Ez mindenki magának eldönti, mert valaki biztos azt fogja mondani, hogy figyelj arra, hogy már százer do... forintért van kriptom, 30 ezer forintba körül egy hardware wallet, szerinted hányat vegyek még belőle? Tehát nyilván mindenki maga dönti el. Tehát, hogyha elérte azt a szintet, azt mondta, hogy fú, ezt már azért lehet, hogy kettőbe tenném, biztosan biztos, mit tudom én, valakinél pár százer, valakinél x millió az, ami ezt megüti, akkor, akkor ez nyilván meg fogja egyébként lépni. Ö, mert arra kicsi az esély, hogy minden céget egyszerre valami betaláljon, de hogy, hogyha mondjuk valaminek a rendszerét meghekkelik, vagy való hozzájutnak, akkor ne az legyen, hogy, hogy az összes kriptód mondjuk ott volt. Ö, de mindegy. Szóval nincs, nincs könnyű dolgunk itt a, a kriptó világban, mert ha, ha meg báton tartod, akkor meg az a baj, hogy akkor annak vagy kiszolgáltatva. Szóval ez mindig magának igazából eldönti. Én továbbra is hardware wallet párti vagyok, mert én úgy gondolom az a legbiztonságosabb, de, 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 de itt lásd, különböző online walletekben meg, meg, meg abszolút ugye, kockázatos a történet. Még nagyobb a kockázat. Tehát azért hardware walleteken még, még, ilyen szinten nem volt, nem volt így soha gond, hogy úgy, csak úgy csak úgy lenyúlták volna egy csomó embernek, aki azt a brendet mondjuk vásárolta a, a kriptóját. Erre nem volt még precedens. Oké, második hír. A második hír pedig arról szól, hogy ha arra szóra, hogy kriptó, ugye keresgélünk, nénk, akkor hát igen, egyre kevesebben teszik ezt. 2021-ben, májusban volt a csúcs, azóta meg megyünk lefelé, és talán a legalacsonyabb szinten vagyunk 2021 májusa óta. Persze ez a hír nem annyira meglepő, ha belegondolunk, hiszen egy medvés időszakban vagyunk, oké, hogy most már egy picit felfelé mentünk az utóbbi időszakban, mondjuk a január óta, de ennek ellenére azért bátran mondhatjuk, hogy óriás érdeklődés kriptó téren nincsen, hiszen mikor dübörög az egész, amikor bikapiac van, rengeteg helyen megjelenik a kriptó szó, a bitcoin szó, és hát akkor persze az emberek keresik, hogy mi a fene is ez, hogy hogyan tudok csatlakozni. És ha megnézed, akkor 2021 májusában, május közepén volt ez csúcson a, csúcs, a kriptóvaló rákeresés, rákeresés, amikor a referencia pont, ugye így világszinten 100 körül volt, most pedig itt vagyunk lent 17-es számot elérve, e mondjuk 18, de egyébként azért jó, mert a cikk 17-et ír, mindegy, 17-18, ez nem fogunk összeveszni. Szóval a lényeg az, hogy természetesen igencsak pici most az érdeklődés ez iránt, ami egyébként mondom értető is, majd amikor visszatér a bikapiacos időszak, előbb-utóbb visszatér, akkor természetesen ez is el fog indulni, és azok szoktak a nagyobb nyertesei lenni a következő bikapiacnak, akik akik még mindig itt vannak, és ilyenkor nézelődnek, keresgélnek, megpróbálják megtalálni azokat a pontokat, ahol tök jó lenne már becsatlakozni, mert innen most, hogy ugye 80-90 százalékos mínuszban vannak a különböző kriptovaluták, innen tudnak ezzel nagyot menni, és nem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy része, mert a másik az lesz, amik majd születnek a következő bika piacban. Tehát ott is még lehet egy lendületet kapni. Csak ö, én mondjuk nem nagyon szeretném ezt a, a, kihagyni ezt a teljes fölzárkózást, és lásd, a nagyok, mint Bitcoin, Ethereum és társai, ezek meg, meg, meg csak simán jönnek vissza. Szintén nagy mínuszból, tehát kár akkor megérkezni, amikor már ezek all-time high-on vannak, és, és akkor körbenézni. De, de még akkor is lehet ügyeskedni. De ezt ha, ha, ha hosszú távon gondolkozol, akkor tanulsz a medvepiac alatt, itt vagy, ugye ezért is gyártom én, tök mindegy, hogy Bika Piac Medvepiac a különböző tartalmakat, és azért van a Patreonban is folyamatosan oktatóanyagok, és itt tovább, és most már videók is, hogy folyamatosan figyeljük, mert, mert kicsit nekem ez olyan, mint egy életforma, itt mindig itt vagyunk, és mindig vannak lehetőségek, csak más lehetőségek vannak, és van, amikor a tanulásra jut több idő van, amikor nincs időd annyira tanulni, mert hogy aktívnak kell lenni, de csak akkor tudsz aktív lenni, belépni, kilépni, és stratégiával ugye különböző döntéseket hozni, hogyha azt megalapoztad jól a nem túl aktív időszakban, és, 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 és tudod, hogy mi történik. Na, szóval nyilván nem lehet ebből kimaradni, mert akkor lemarad az ember. Uh, jó, és akkor a harmadik hír pedig arról szól, hogy egy felmérés szerint az Egyesült Államokban a megkérdezetteknek a 16%-a az egyedül, uh, akik a szibiliszik mellett vannak. Szibiliszik, én már nagyon sokat beszéltem erről, tehát aki itt a csatornán van, az már sokat tud a Központi bankát a kibocsájtott digitális valutáról, tudjátok, a Central Bank Digital Currency, ez a négybetű ennek felel meg. Csináltuk egy felmérést ezzel kapcsolatban, a felmérést ez a Kato Institute végezte, és az alapján kiderült, hogy megkérdezettek 16 a megkérdezettek 16%-a igazából CBDC párti, 34%-a viszont ellene van. Na, de hát ez önmagában az a 2% összeadva nem túl erős szerintem, mert itt jön az érdekes fordulat, hogy a megkérdezettek 28%-a volt egyedül, ami úgy reagált, vagy úgy válaszolt, hogy tisztában van a CBDC-kkel. Tehát azért egy nagyon kicsi százalék, a 49 százaléka megkérdezetteknek pedig azt mondta, hogy igazából nem tudja eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, hogy melyik oldalt képviselje, mert hogy nincs elég információ ahhoz, hogy ugye határozott véleménye lehessen erről. És azért ez rávilágít bizonyos hiányosságokra, mert mi itt a kriptovilágban pontosan azért, mert a digitális világban vagyunk, a digitális eszközök világában, és ugye a bitcoin a decentralizált de jó, kihangsúlyozom, mindig de a decentralizált digitális faluta, ezzel szemben a CBDC pedig egy centralizált, tehát hogy pont a CBDC-k és ezek az egyik nagy érv, amiért mi itt a bitcoinban benne vagyunk, ezért mi sokat foglalkozunk ezzel, hiszen ez az ellenpólusa. De azért az átlagember nem nagyon foglalkozik ezzel. Néha egy-egy ott születik erről, oké, okay, CBDC. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy jó, hát akkor jön a, a, az eurónak, a dollárnak a digitális verziója. Pff, van, hát akkor mi történt, tehát eddig is úgyis a pénz nagy része digitális volt, hát akkor most már minden ott lesz. És készít, ennyi vége. És ugye nem Gondolja át, hogy a veszély ennek az, hogy full ugye kontroll lesz az emberek pénze felett, hiszen egyetlen egy digitális rendszerben lesz benne. És nagyon attól függ majd, hogy az adott ország élén milyen ugye, vezetés van, hogy, hogy igazából mennyire demokratikus, mennyire diktatórikus, hogy hogyan fogják ezeket a cbd ezeket az eszközöket használni. Ugye mindent lehet jóra is, meg rosszra is használni, és mivel ez egy programozható pénz, ezért van bőven veszélye. De ez a többség egyébként nincsen tisztában. és egy hát nyilván még, még kialakulóban vannak ezek a, a, a CBD-szik, de nagyon ö, ugye gyorsan pörögnek a dolgok, a fejlesztések, tehát pár éven belül ezek létezni fognak így világszerte. Na most egy érdekes, hogy például ez a Ron DeSantis, ugye aki most elnöknek jelöltette magát, ugye Floridában azt mondta, hogy ide aztán CBDC nem teszi be a lábát, hogy ezek majd hogyan lesznek a jövőben szabályozva, igen, ne, kimarad, nem marad, megoldható, Pff, nyilván rengeteg kérdőjel, úgy mint még itt a kriptószabályozással is, az Amerikában meg pláne. Nos, Ennyit akkor a hírekről jöjjön a kérdezvelek robot. És ha van jó kérdésed, de éppen nincsen rossz kérdése, akkor bátran írd meg, mert azért ne felejtsük el, hogy mindannyian voltunk ugye kezdőbekendél, mint ahol éppenséggel vagyunk. És barom jó volt akkor, hogy valaki tudott a kérdésénkre válaszolni. Én meg azon vagyok, hogy amiket ide írtok, az valahogy megválaszolásra kerüljön, vagy éppen témaként behozzam a videóba, hiszen ezt a részét a napi videóknak pedig úgymond ti szerkesztitek. Na meg is osztom gyorsan az oldalt. Ha nekem akarsz direktben írni, és ugye aránylag gyors választ kapni személyesen tőlem, akkor Patreon az a felület, amit én kezelek. Szia, Tél, érdeklődnék, mit lehet tudni a júliusi kriptoadó változásról? Látném rá olyan videókat, ahol 28%-ot mondanak a 15 helyet. Igaz, ez elég erős. Ha ez igaz, azt gondolom, jó lenne egy pontos és hiteles információ ez ügyben. Köszi előre. Én egy-két telefon megengedtem ezzel kapcsolatban, és jelen pillanatban, mondom, még ugye ö, ö, azért ö, nyugtával dicsérjük a nyugtával. <laughs> Na mindegy. Szóval, ö, tehát a kriptót elvégez nem érinti ez a bizonyos 28 százalék. Tehát én itt tartok jelen pillanatban, hogy ez nem érinti, de majd meglátjuk, hogy, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy, egy, egy külön videó, de amikor én is láttam ezeket a híreket, akkor, akkor megkérdeztem szakértőket, akik én nálam sokkal jobban rálátnak a, a kripto adózásra, és, és tőlük kaptam azt az információt, hogy, hogy, hogy a kriptót nem érinti. Jó? Tehát Ennyit tudok egyenlőre róla. Szia, Attila, igazok igazak azok a pletykák, hogy a következő GTA verzió Play to Earn játék lesz? Na most erről én is találtam, de csak pletykákat, Tehát, hogy igazából itt megragadtam, itt is találtam egy cikket, hogy Will Feature Cryptocurrency, tehát, hogy ebbe hogy a, 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 az új GTA 6-ban lesz, és ugye ez két külön dolog, hogy kriptó lesz benne, meg hogy Play to Earn is lehet. Um, nem tudom, nem tudom, egyáltalán én csak a pletyka szinten tartok ennél, de nagyon érdekes lesz, hogyha mondjuk népszerű játékok átmennek ebbe az irányba, vagy egyet a gaming közösség, ha ez meg hogyan fogja ezt befogadni, á, itt rengeteg kérdője van, de az biztos, hogy maga ez a gaming iparág óriási méretű, itt a, a, a web három irányában nagyon nagy fejlesztések vannak, Lást a mai Apple ö, bemutató az esti órákban, ö, majd kíváncsi leszek, hogy miről fog szólni, majd holnap akkor szerintem ezt is érinteni fogjuk, Szóval igen, de nem tudom ezzel a játékkal kapcsolatban még a pontos infókat. Szia, Tilly, egy olyan kérdésem lenne, hogy meg szeretnék biztonságosan tanulni, kriptót venni, eladni, ledgerre kijelzni, már régóta figyeljem a videóidat, de nem vagyok nagy számítógép guru, angol semmit nem tudok. Tudom, hogy a YouTube-on sok minden így fent van. Figyelj, ahogy itt mások is írták, én is kezdtem mondani, hogy én azért hoztam létre a Patreon csoportot és közösséget, hogy ott tényleg ezek mind megvannak. Tehát egy csomó oktató videó, pont amit te hiányoz, hogy magyarul fent legyen, szépen elmagyarázva, akár a Ledgerről fél órás lépésre lépésre videó, mindent végigcsináltam. Rengeteg videó van fönt, ami az elmúlt három évben felkerült. Mondjuk ott csak két és fél év van Patreon. Tehát én arra hogy nincs nagy vesztenivalót. A VIP-tagsággal csatlakozz, mert hogy akkor ugye minden videós tartalmat látsz, tehát a, azzal tudod azokat nézni, mert neked most erre van szükséged, bármikor leiratkozhatsz. Szóval, tehát, ha egy hónapot vagy fönt, megnéztem, amit szeretnél, lejöhetsz. Ha tetszik a folyamatos információ áradat, amit ott kapsz, akkor, akkor úgy is maradsz, mint sokan mások. Ez teljesen rád van bízva, kötelezettsége ilyen szempontból nincsen. Ami nagyon fontos, hogy ott tudsz tőlem tőle direktben kérdezni. Tehát pont te, aki el vagy akadva, és nagyon sokan vagytok még ilyen hasonló cipőben, tök jó, hogy akkor tudtok kérdezni, hogy fú, figyelj, és akkor most mi lenne a lépés, akkor nem vakon keresgész az internet és csomó angol anyagot találsz, hanem én személyesen megválaszolom akkor neked magyarul, és ezzel rengeteg időt, pénzt lehet spórolni, és lehet haladni a dolgokkal. Szóval azért mondom, hogy nem véletlen vannak ott nagyon sokan, mert, mert, mert valószínű, bevált nekik az elmúlt évek alatt, de természetesen vannak olyanok, akik megérkeznek, körbenéznek talán valami másra gondoltak, vagy csak egy pár információket és továbbá állnak. Hát mindenre van lehetőség, kötelezettség nincs jó, tehát ezt nagy szeretettel ajánlom. Ide mész egyszerűen csak a e, oldalra, itt van a Patreon, kiválasztod itt a Patreonnál a e, csatlakozomot a VIP-höz, és az át, már átvisz a Patreon oldalra, és akkor akkor ott egyszerűen e, tudsz csatlakozni Ha viszont ilyen lelkes vagy, és tartalmakat sokáig szeretnél e, ugye, fogyasztani, akkor az éves tagsággal két hónap kb. ingyen van. Na jó, ennyit akkor szerintem itt a kérdezfelelek rovatról. Köszönöm szépen megint a kérdéseket, nagyon jókat írtatok, és e, hogyha naprakész szeretnél lenni, akkor tényleg csak iratkozz fel erre a csatornára. Több mint három éve minden nap jönnek itt a friss videók, mindegy, hogy bika vagy medvepiac, szóval így nem maradsz -e semmi fontosról. Feliratkozókom, csengetjük, összes ennyit kell tenned, és onnantól kezdve természetesen mennek az értesítések, ahogy egy új videó felkerül, e, és hogyha tetszik a tartalom, gyártok, akkor pedig nyomj egy lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm, találkozunk a következő videóban, sziasztok!